Köszöntöm nézőinket! Immár 26. alkalommal kerül megrendezésre a Vasvilla kerékpártúra május 28-án vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel. Vendégem a témában a program szervezője, Borossai György, aki egyébként a Vas és Villamosipari Szakközépiskola és gimnázium tanára is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm. Ugye ez már a 26. alkalom, már hagyomány a városban ez a kerékpártúra. Honnan jött ennek az ötlete? Hát megint elmondom, nagyon sokszor elmondtam tulajdonképpen. Annak idején egy nagyon jó tanítványunk, akinek most boltja van, a Fricikli, felajánlott egy biciklit, azt az iskolai rendezvényen kisorsoltuk, ezt a távot akkor tűztük ki, és akkor 100-an részt vettek, és akkor utána eldöntöttük, hogy ezt városi szintre emeljük, és azóta csináljuk töretlenül. És mi a cél? Mi volt akkor a cél, és mi idén a cél? Akkor inkább csak, hogy bringázzanak a gyerekeink, de aztán fölismertük, hogy a családok mennyire szeretnek biciklizni, meg én ezt tudtam is, mert én eleve úgy születtem, hogy biciklin, mármint, hogy először csak a csomagtartóm, majd később saját biciklivel, szüleim vittek nagyon sokat biciklivel, és a bringa szeretete innét ered, és hát annál szebb nincs, amikor megy a család biciklivel, már elég egyre nehezebb mai körülmények között, de reméljük, hogy ez változni fog, és egyre több kerékpárút lesz. És mi a tapasztalat? Mennyire népszerű ez a rendezvény itt Sopronban? Hát szerencsére népszerű, azt tudom mondani. Tulajdonképpen Sopron legnagyobb tömegsportán nőtte ki magát. 1500-tól 1800-ig szokott terjedni, természetesen az idő befolyásolja a létszámot. Már nem kell magyarázni, hál' Istennek, mert mindenki tudja, miről van szó. Kérem, már hetekkel előtte kérdezősködnek, hogy lesz, mikor lesz, bár mindenki tudja, hogy május utolsó hétvégén, de ennek ellenére érdeklődés van. Ugye Sopron, Fertőrákos, Balf, Sopron az útvonal, miért pont ez lett? Hát, mert a környéken, hogy minimális legyen az emelkedő, és egy kört írjunk le, ez egyetlen egy kör, ami úgy adott, és nem nagy kört szerettünk volna, csak inkább egy kisebbet, direkt a családok miatt, hogy az 5 éves kisgyerek is el tudjon jönni, és el is jönnek, hál' Istennek, mert ők külön vannak jutalmazva, külön ajándékot kap a legfiatalabb résztvevő, meg a kicsik elég sok ajándékot kapnak pluszba, ilyen szóró, kis csokit, kis sapkát, kis ezt, tehát ők nagyon élvezik, és nagyon jól járnak vele. És milyen kategóriában lehet indulni ezen a kerékpártúrán? Ez van az egyéni kategória, van nevezési díj 500 forint, meg van a családi kategória, az egy, már az úgy találtuk ki, hogy a családi kategória legyen egy felnőtt, egy gyerek már annak számít. Tehát a mai világban ez már sajnos így kell fölfogni, az is család. Hagyomány a kerékpártúrát követő tombola sorsolás. Idén miket nyerhetnek a szerencsések? Hát, mint mindig, nagyon sok ajándék lesz. Közel 25 biciklit fogunk kisorsolni, azt természetesen a barátaink, akik jó menő cégek vezetői, ajánlják föl. Évek óta elég ugyanaz a társaság, ugyanaz a baráti kör ajánlja föl. Ezen kívül rengeteg, hogyan mondjam, kerékpáros ajándékot, vásárlási utalványt, étkezési utalványt, amit milyen cégek tudnak felajánlani, az annak megfelelően, a cégprofilnak megfelelően vannak az ajándékaink. Ahogy utána olvastam a beszélgetésnek, láttam, hogy általában a városvezetés is felajánl egy-egy kerékpárt, ez idén is meg lesz ez a hagyomány? Igen, hát már nagyon régóta a polgármester az állandó fővédnök, ő természetesen mindig ad egy biciklit, meg a városvezetők is hozzájárulnak egy-egy biciklivel hagyományként. Hál' Istennek! A nevezési díjakból ugye jótékony célokra is fordítanak, a Soproni Gyógyközpontot szokták támogatni minden évben. Mióta van ez a felajánlás igazából? Hát az elején a nevezésből visszafolyó pénz, ami nem ment a szervezés költségére, a Szajkon gyerekekkel eltöltöttük, vagy költöttük. 15 évig jártunk az iskolával Szajkra, de miután megszűnt ez a lehetőség, mivel a 84-es egy kicsit a forgalma megváltozott, nincs kerékpárút, és én már nem vállalom azt a felelősséget, és 2000 óta ezt az összeget jótékony célra fordítjuk, vagy biciklit veszünk, tandem biciklit természetesen vakgyereknek, vagy óvodának biciklit,
vagy hát a kórház gyerekosztályának szoktunk 100.000 forintot minden egyes alkalommal adni, így aztán már közel 2 millió forintot adtunk nekik. És ez a felajánlás idén is folytatódik, ha jól tudom. Természetesen, természetesen. Ugye a legfiatalabb és a legidősebb ringázó is, ahogy említetted, külön díjban részesül. Idén ők mit kapnak? Hát a legfiatalabb, én úgy tudom, mert kinéztem a játékboltban, egy oroszlánt fog kapni, vagy nem tigrist, bocsánat, tigrist. A legidősebb meg egy dobozbort fog kapni. Ez a szokásos, ez az ajándék, amit... És amit még el szeretnék mondani, hogy a várostól például kaptunk 20 láda banánt. Ezt is kiosztjuk a résztvevők között, ami nem kis mennyiség, vagy 2 raklap vizet kaptunk a Balfi üzemtől. Tehát sokan támogatnak minket, hál' Istennek. Általában milyen korosztályokra kell számítani? Tehát mondjuk a legidősebb korosztály és a legfiatalabb korosztály, mennyi szokott lenni a különbség általában? Különbség? 75 év szokott lenni a különbség. De meg szeretném említeni Balogh Pali bácsi nevét, 92 évesen letekerte. Nagyon sokáig ő vitte el a pálmát, sajnos már nincs közöttünk, és ő volt eddig mindig a legidősebb. És a legfiatalabb? Az 5 éves szokott lenni. Az elég nehéz kisorsolni, mert az 5 éves nem tudjuk pontosan megmondani, melyik hónapban született, hogyan, és akkor mindig ott a kis keveredés van, ott a szülők segítenek nekünk, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik gyerek a legfiatalabb. Ugye a kerékpártúra nevében is benne van, hogy a Vasvilla kerékpártúra. Ha jól tudom, a tanárok is és a diákok is részt vesznek ezen a kerékpártúrán. Hát igen, ez egy nem kis üzem tulajdonképpen. Saját iskolánk szervezése, és hogyan mondjam, közel 100-an, vagy mondhatnám 100-an is a diákok, segítő tanárok száma meghaladja, vagy eléri a 100-at, sőt azt, amit meg kéne említenem mindenképpen, ami oroszlán rész a fegyelem fenntartásában, a polgárőrség és a rendőrségnek tulajdonképpen, ők 30-an legalább lesznek. Motoros rendőrök lesznek, tehát mindenki segíti ezt a rendezvényt, egyedül azt szeretnénk, hogy a mentőknek ne legyen munkája. Tehát akkor ők a szervezésben segítenek, és ők igazából nem részt vesznek ezen a versenyen? Vagy nem. Van olyan, aki részt tud venni, például a Pozsonyi úton, a lejtőn, ott 20 diákunk azon van, hogy ne menjenek gyorsan, azok ugyanúgy tudják a kör teljesíteni, de aki például Balfon van, vagy Fertőrákoson, pecsételőállomáson, mert hitelesíteni kell ezt a kört közben, azok sajnos nem tudnak részt venni, azok segítők. Tehát... majdnem 130-an vagyunk így. És plusz én. Ugye vasárnap lesz ez a rendezvény. Hogyan lehet motiválni a diákokat, hogy vasárnap ne otthon pihenjenek, hanem mondjuk részt vegyenek ezen a kerékpártúrán? Hát aki tudja és bringás, azt nem kell motiválni. Az jön. Tehát ha valaki elkezd biciklizni, az nem most kezdi a biciklizést. Nem ez nem az élete első túrája, első köre. Nem, az már tudja, az már belekóstolt, tudja, miről van szó. Meg hát a többség nem először vesz részt. Valaki már 10-szer, 20-szor részt vett. És az iskolatanulóit, mondjuk a szervező diákokat hogyan lehet rávenni erre, hogy vasárnap délelőttöt töltsenek a városban? Hát részt vesznek. Iskolai rendezvény, és úgy gondolják, kötelességük. És segítenek. Mit tanácsol a bicikliseknek, mire kell figyelni a közutakon? Hát magukra és egymásra. Nagyon, tehát így ne menjenek nagy tömegben, baloldalra ne menjenek át. Tehát inkább avval szokott a probléma lenni, a követési távolsággal nem figyelnek és belemennek a másikba. És ezt szeretnénk elkerülni. Tavaly nem volt egyetlen egy balesetünk, idén ugyanígy szeretnénk a mentősök kezét megrázni, hogy hál' Istennek nem dolgoztatok semmit. Természetesen van műszaki mentőautó, meg a mentőautó is jön a tömeg mögött, és kapcsolatban vagyunk, meg rendőrséggel, mentőkkel, polgárőrökkel, és itt próbáljuk elkerülni a problémát. Mit tanácsol, mit hozzanak magukkal a biciklisek, bukós isakot, térdvédőt, stb.? Na, most kezdtük, vagyis tavaly kezdtük azt el, hogy a sorsolás kiemelt sorsolás lesz, tehát van 9 biciklink, amit úgy sorsolunk ki, csak azok között, és ez a felajánlóknak a kikötése is volt, csak azok között fogjuk kisorsolni, akik fejvédőt viselnek. Ők másfajta pecsétet kapnak, nem az, hogy lámpás törpét, ők piros pecsétet kapnak, akinek nincs, az meg fekete pecsétet kap, jó, hát nem annyira nagy bűn, de ezt így fogjuk differenciálni, és a bringákat így fogjuk kisorsolni, hogy előnyben részesítjük, aki fejvédőt visel. Rajtam lesz. Tanár úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és a beszélgetést is.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ennyi volt már a Mozaik, én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!